István vagyok, veszprémi lakos, független jelöltként indulok. Azért határoztam el, hogy indulok a választáson, mert változást akarnak az emberek, és én is változást akarok, mert az a helyzet, ami ma megy, sok ember számára már teljesen rossz, nem jó. Ezért a változás szükségszerű. Mi két dolog a kampányfőnökömmel együtt, két dologba határoztuk el magunkat. Az egyik, hogy végre rendbe kellene tenni a devizahitelesek gondját. Ugyanis amikor bement az ügyfél a bankba, akkor forintot kapott. Azt a forintot kell visszafizetni a megfelelő kamatokkal. Ott hibázták el legjobban a bankok, hogy amikor a devizaszerződést megkötötték, akkor a devizát nem adták az ügyfél kezébe, oda kellett volna adni, és megkérdezni az ügyféltől, hogy ilyen árfolyamon, mondtak volna egy árfolyamot, ilyen árfolyamon mi átváltjuk a devizát, akarja-e vagy nem. Ha nem akarja, akkor elvihette volna a devizát onnan, ha pedig igen, akkor pedig átváltották volna. A másik nagyon lényeges, hogy az alkotmányunk azt mondja ki, hogy kizárólag a népnek van hatalma. Ezt a hatalmat a nép az általa választott képviselőknek átadja. Ezt szól az alkotmányban, ezt a hatalmat ideiglenesen adja át az országgyűlési képviselőknek, és ha megnézzük az alkotmányunkat, abban nincsen olyan kitétel, hogy a pártoknak hatalma van. Magyarországon ma a pártok átvették már a hatalmat, összekeverték a joggal, a hatalmat összekeverték a joggal. Ezért népi képviselőket kell az országgyűlésbe küldeni, olyan népi képviselőket, amelyek az adott körzetnek a gondját viselik, azokat viszik tovább. Ha ilyen képviselők kerülnének az országgyűlésbe, és nem pártkatonák, akkor azonnal megoldódna minden kérdés. És ugye mondják azt, hogy demokrácia. Kérem szépen, Magyarországon nincs demokrácia, nincs jogállamiság, nincs igazságszolgáltatás. Azt gondolják, hogy 4 évente elmennek választani, hogy akkor már demokrácia van? Nincs, attól még nincs demokrácia. Mi van a választási napok között? Csak nyomor, szenvedés, gyerekek éhezése. Kérem szépen, akkor van csak demokrácia egy országban, ha az állami intézmények, a bíróság, ügyészség, a rendőrség, az adóhatóság, sorolhatnám, demokratikusan működnek. Amíg ez nem valósul meg, addig kérem szépen demokráciáról nem lehet beszélni. És egy nagyon lényeges dolgot még régóta szeretném, hogy Magyarországon az államfő az közvetlenül a nép választja. Nézzék meg a környezetünkben, a szomszédok, most voltak Horvátországban, előtte más országokban is, mindenhol meg tudja választani a nép az államfőjét. A magyarok erre nem képesek, alkalmatlanok a magyarok az ország államfőjének a megválasztására. Tehát van mit tenni, a változás nagyon szükséges, ezért kérem szépen, összefogunk, harcolunk ezért, és remélem, hogy sikerül is. Köszönöm.